Трудно проводить урок после такой. Рав. Nagyon nehéz leckét adni egy ilyen esemény után, mondja Rav. Я думаю, мы на этом конгрессе начинаем чувствовать. Én azt hiszem, hogy ezen a kongresszuson, mondja Rav, mi elkezdjük érezni, hogy valóban létezik egy felső erő, hogy valóban létezik ez a felső erő, amit fel akarunk fedni. De hogy ez egyelőre várakozik, és mi képesek vagyunk befolyásolni ezt az erőt, de csak is, hogyha együtt vagyunk, csak is közösen. És itt ahelyett, a feltétel helyett, hogy nincsen más rajta kívül, inkább azt kell használni, hogy nincsen más a barátokon túl, és akkor később, amikor mi elérjük az edényt, a barátok szeretetén keresztül, akkor a fény megjelenik abban. Azaz, amikor mi egyesülünk azzal a feltétellel, hogy nincsen más a barátokon túl, akkor nekünk egyesítenünk kell a barátokat egyetlen tökéletes egységgé. Mindenki, ahogy dolgozik ezen saját magán belülről a többiek fele, akkor itt megjelenik ez az egység, hogy nincsen más a barátokon túl, amely szükséges feltétele annak, hogy egy egyesült edény rendelkezzen a teremtő felfedésére, amelyben aztán a forma azonosság törvényének megfelelően a teremtő megmutathatja magát, felfedheti magát. Én azt hiszem, hogy mi elkezdjük érezni, hogy mennyire szükséges ez, mennyire szükséges hogy végrehajtsuk ezt minden egyes szinten, hogy ez mennyire szükséges. Mi már segítséget kapunk, mi kérünk, a kabbalisták segítenek minket, a korábbi is a kabbalisták, akik a magasabb szinteken állnak, mindenkitől segítséget kapunk, hogyha helyesen kérünk. Ezek átadják nekünk a felső fényt rajtuk keresztül, a korrekció fényét megkapjuk rajtuk keresztül. A mi tanáraink segítenek meg minket, Balhasulam Rabas, és mi állandóan ezen aggódunk majd, hogyha ők aggódnak értünk, és megpróbálnak minket segíteni, hogy építsenek minket, hogy megformázzanak minket, amekkora mértékben csak lehetséges, amekkora mértékben a felső képesség segíteni minket. De semmilyen feltételek között nem cselekedhetnek helyettünk. Mi már megértjük, hogy a gyerek az oktatható, de el is lehet kényeztetni a gyereket, tehát a gyereket el lehet rontani, hogyha elkényeztetjük. Tehát mi csak akkor kapunk segítséget, hogyha mi magunk dolgozunk. Tehát ez a házi feladat, amit meg kell tennünk, a házi feladatot nekünk kell megtennünk. Kérhetünk segítséget, de nekünk kell dolgoznunk. Kérhetünk magyarázatokat, kérhetünk tisztázásokat, de végül nekünk kell keresztül mennünk mindezen saját magunknak. Nekünk akarnunk kell ezt, magunknak kell akarnunk, magunknak kell a vágyat létrehoznunk, és meg is kell cselekednünk azt. De természetszerűleg ennek a magasabb lelkek segítségével kell megtörténnie. A mi választásunkról szólva, hogy is mondjam ezt, mondja Rav, igazából nincsenek engedmények, nem kaphatunk engedményeket, nem tesznek meg semmit helyettünk.
nem ugorhatunk el dolgokon. Tehát igazából a gyereknek se adunk engedményeket, amit a gyereknek meg kell tennie, nem tetszik meg helyette. Nincsen sajnálat, vagy engedmény a szabad választással kapcsolatban, a végrehajtással kapcsolatban, az mind rajtunk múlik. Egyszerűen választanunk kell, és minden más megtörténik. Tehát nekünk a választás meg kell hozzuk. Tehát nincsen más a barátokon túl. Mit is jelent ez? Honnan jön ez, hogy nincsen más a barátokon túl? A teremtő csak a forma azonosságon keresztül jelenhet meg, hogyha mi alulról, mi hasonlóvá válunk hozzá az edényen belülről, akkor ő megjelenik felülről abban az edényben, elkezd derengeni abban az edényben, amely edény már készen áll, mint hogyha az edény maga válna a teremtővé, maga ragyogtatja a teremtőt, mint fényt. Akkor nekünk be kell gyűjtenünk a törött részeit ennek az edénynek, mindegyikünk az egy törött darabkája ennek az edénynek, ami a teremtő által lett teremtve. Tehát mindannyian darabjai vannak együnk a törött edénynek. Az egész teremtéshez és az utóbbi időben egyre nyilvánvalóan érezzük ezt a falat egymás között, a szakadást egymás között, és minden inkább haladunk, annál inkább érezzük, hogy mennyire valami van közöttünk, amit lehetetlen áthatolni, amit lehetetlen áthatolni, de ez semmi, amikor mi érezzük a felső szintet, amikor elérjük a felső szintet, a teremtőt, és elkezdünk emelkedni, elkezdünk fölé emelkedni, a felső szintek fölé, a felső szinteken keresztül egyszerűen el akarjuk égetni, ölni, szabotást akarunk egymás ellen tenni. Ezek a gondolatok, ezek a pusztító gondolatok lángolnak majd bennünk, ezek a gyilkos vágyak, ugye olvassuk az Zohárban is, hogy a Rabbi Simon csoportja elkezdett tanulni, és előtte el akarták égetni egymást, el akarták pusztítani egymást. Tehát meg kell tanuljuk a türelmet, a óvatosságot, ezt a finomságot, hogy egyre inkább felismerjük egyre mélyebben, hogy milyen anyaggal is dolgozunk együtt, hogy érzékenyek. Mi egyszerűen önzőek vagyunk. Egy önző személy nem érti meg, nem ért meg semmit, ami rajta kívül létezik. Egy önző személy nem képes magán kívül semmi mát lenni, semmilyen formában, semmilyen módon, hogyha számára ez egy papírdarab, vagy az egész emberiség számára, ez teljesen érdektelen, semmilyen különbséget nem hozok számára, hogy elpusztítja papírdarab, vagy emberiség, engem nem érdekel, mit pusztítok el, mert ez nem én vagyok, semmi különbség. Rajtam kívül nekem semmi nem számít, de ez csak fokozatosan jelenik meg számunkra, ez az iszonyatos pusztító tulajdonságon bennünk van, de hozzá kell szokjunk ehhez, meg kell tanuljuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Lassan fel kell ismerjük magunkat, önző, pusztító alaptulajdonságot. Ez egy nagyon sok munka, hosszú időn keresztül, ami előttünk áll, hogy ezt felismerjük. Ez az egoisztikus erő, ez egy gravitációs erő, de nem egy húzó erő, nem taszító erő. Minél inkább növekszünk, annál inkább érezzük majd ennek a taszítását, ahogy érezzük ezt a kónusszerűen, hogy növekszik egyre vastagabb, egyre nagyobbá válik, mint egy fejjel lefelé álló piramis, egyre kiterjed, egyre szélesebbé, erősebbé válik, és minél inkább közelebb kerülünk a célhoz, annál erősebben érezzük majd ezt az égető gyűlöletet, taszítást, egyre növekszik. Tehát, hogyha mi felismerjük ezt az alapelvet, hogyha tudjuk, és várjuk ezt, és felkészülünk erre, akkor az lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy mi egyre messzebb kerülünk a céltól. Én emlékszem, amikor ezt elmondtam a Rabasnak, akkor az arcomban nevetett, és azt mondtam, hogy nem tudok a barátok, azért nem tudok beszélni velük, és ő kinevetett, az arcomban nevetett. Azt mondta nekik, nézd meg, ott ülnek és ölelkeznek, én képtelen vagyok erre, el sem tudom viselni őket, én azt sem bírom el, hogy megérintsenek, hogy a vállamat megérintsék, hogy szagoljam őket, a környékemet megérintsék. Ő kinevetett, ilyen ravasz módon, ilyen kuncogva kinevetett engem a Rabas. És csak is később kezdtük el megérteni és felismerni ezt rengeteg hasonló példán keresztül, rengeteg hasonló gyakorlaton keresztül felismerni ezt a taszítást, ami bennünk van. Tehát itt ez nyíltságot követel,
ez sok-sok beszélgetést követel, barátok támogatását, hogy csak más csoportokból is támogassuk egymást, ez lehet, hogy megtörténik, hogy egy egész csoport szétesik, szétrobban, tehát szükségünk lesz a más csoportok segítségére, hogy gondoljunk erre, de általánosságban ez egy elképesztő kilátás, hogy nézzük, hogy az önzőség következő cunámia felébred bennünk, és mindent elmos, és semmit nem tudunk tenni, és ugyanakkor érezzük, hogy mekkora mértékben bennünk a helyzet létrejön, és egy analízist tudjunk, képesek vagyunk elemezni ezt a helyzetet, és párhuzamosan ez a két vonal halad, ahogy ez a két vonal felébred bennünk, és megértjük, hogy milyen állapotban ébredtünk fel, mint egy állat, vagy mint egy vadállat, vagy egy szörny, egy zombi, egy gonosz szörny, vagy pedig teljesen semlegesek vagyunk. Mindezek az extrém állapotok, de ugyanakkor megértjük, hogy mi is történik, és miért történik velünk, hiszen mi már megszereztük az ellentétes erőt, a gyógymódot a kezemben tartom. Tehát érzem ezt a rákos betegséget terjedni bentem, de a kezemben van az injekció a gyógyszerrel. Magamra vonhatom a körbevevő fényt, amely segíthet engem abban, hogy megvizsgáljam ezt, és meggyorsítsam. A körbevevő fény befolyásol minket, és képesek vagyunk lemérni magunkat az eszem. Még akkor is, hogyha eltűnik belünk, de megértjük, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, ki irányít minket, kinek a hatás alatt vagyunk, mégis megtörténik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a két vonal mindig megmarad. Egy rövid időre lehet, hogy elveszünk, hogy felismerjük, és tudatosak legyünk benne, hogy ezek a hullámok újra és újra átmosnak minket, és akkor elkezdhetünk dolgozni vele, de ugyanakkor ne adjuk föl, rengeteg érdekes pillanat áll még előttünk, és láthatjuk ezt a világban is körülöttünk, láthatjuk, hogy hogyan mossa el a világot ugyanez az erő, hogy az emberek hogyan viselkednek egymással, mit éreznek egymással szemben, akár szülők a gyermekeikkel, házaspárok, gyerekek, még egy olyan viszonyban is, ahol családokban, ahol teljesen más társadalom, teljesen más emberek képtelenek mit kezdeni ezzel. Mi itt vagyunk egy olyan időszakban, ahol a leglángolóbb gyűlölet, önzőség időszakában vagyunk, és nekünk ezt nagyon gyorsan korrigálnunk kell, nagyon gyorsan meg kell ragadnunk, ezt kordába kell tennünk, hogy kontrolljuk ezt az egoizmust, ezt az önzőséget, ami elönti a világot, és tudnunk kell, hogy az ego megmarad, az ego nem megy el sehova, hanem csak kordába kell tegyük, mint egy rodeón a féktelen bikát valahogy meg kell szelídítenünk, és e fölött kell építsük, mint egy ügyes rodeó lovas, hogy egy altruisztikus egységet építsünk az ego fölött, az egót megkorlátozva. Tehát alattunk lángol, lobog, mint egy láva, mint egy forró láva, örjöng alattunk ez az ego, miközben fölötte építjük ezt a csodálatos boldogságot, szeretetet. E fölött építjük a jó kapcsolatainknak a kölcsönös hálózatát, a lángoló ego fölött. Tehát nekünk ezt kell építenünk gyorsan, és ezt át kell adjuk a világnak, mivel egyébként természetesen a világ iszonyatos barbarizmusba zuhan. Hogyha magunkra vesszük ezt a feltételt, hogy nincsen más a barátokon túl, akkor számunkra ez a megvalósítás annak a feltételnek, hogy nincsen más rajta kívül, mivel mi nem a fénnyel dolgozunk, hanem mi csak az edénnyel dolgozunk, az edényt építjük a tulajdonságainkkal, a vágyainkkal, tehát mi nem a fényt építjük, vagy a fénnyel foglalkozunk, hanem az edényt kell építjük, és a fény majd megjelenik az edényben, hogyha az edény eléri a formázottságot, ahogy ezt beszéltük. A fény majd megtölti, vagy feldereng ebben az edényben, amit összeraktunk a törött darabkákból formázottságon keresztül. Tehát az egész munka, amit tennünk kell, a teremtő fele, az nekünk ezt a barátainkkal szemben kell megtennünk, a barátunkhoz kell hozzáállnunk, mint a teremtőhöz. Ez egy és ugyanaz a munka. A barátnagysága, a teremtő nagysága egy és ugyanaz. A teremtő különlegesség és a barátok nagysága egy és ugyanaz. Milyen más feltételek? Tehát a teljes, tökéletes függőség, a teremtőn teljes, tökéletes függőség a barátokon. Mi más?
az igazolás, teljes igazolás a teremtőjének, teljesen igazolás a barátoknak. Mi más? Bármi, amit csak gondoltak, az mind, hogyha valami hiányzik, vagy amit megértünk, vagy logikusan, vagy nem logikusan, ez egy és ugyanaz. Mivel nincsen más rajta kívül, és mondhatjuk azt, hogy nincsen más a barátokon túl. Nincsen más az emberen túl, a barátokon túl, ahogy kutatunk, ahogy megismerjük, ahogy ezt elérjük, hogy nincsen más az emberen túl. Minden, ami létezik, az az emberen belül van, csak is az emberen belül. És ez ő általa érhető el, mint valami, ami rajta kívül létezik. Egy tapintható módon, de valójában ugyanazt a tulajdonságot érjük el. Ez az, ahogy ez történik. Nos, ezért van az, hogy mi rendelkezünk egy nagyon nyilvánvaló, pontos, dinamikus, precíz módszerrel, ami nagyon rugalmas, dinamikus, és mi képesek vagyunk ezt felhasználni, könnyedén képesek vagyunk felhasználni azt, mivel ez valami nagyon egyszerű dolgot mond nekünk. Csak a felső erő létezik, semmi más nem létezik, csak a felső erő. De végén csak én magam létezem, semmi más nem létezik. Én magam a felső erővel szemben, és az egyesülés köztem és a felső erő között az, amin az egész korrekció módszere épül. Amikor mi hozzá csatlakozunk, én összeolvadom a teremtőz, én teremtőz a teremtő hozzám, akkor mi teljesen egyé válunk, ő és az ő neve egyé válunk. Amikor már nincsen különbség köztem és a teremtő között, a teremtő és az én közöttem, és ez a valódi állapot, ez a valódi állapot, ez a valós állapot, ami kezdetben teremt veled, és ez az, amire aspirálnunk kell, az, amit el kell érnünk. És hogyha mi arról beszélünk, hogy csak is a teremtőn keresztül szerezhetjük meg a valós állapotunkat, és hogy ne maradjunk egy álomban vagy egy kómában, ahol most vagyunk, akkor mit jelent az? Mit jelent az, hogy a teremtő barátok vannak a teremtőn kívül? A barát jelenti azt, hogy ez nem egy, hanem egy csoport. Tehát ők képezik jelenleg a teremtőt számomra. Egy barát még akkor is, hogyha írva van a kabbalista könyvekben, hogy két barát az már egy csoport, ők egy csoportot értenek e felett, mivel az egy barát felé én nem vagyok képes semmit megvizsgálni, egy baráttal szemben nem vagyok képes megvizsgálni, hogy ezt megtehessük, hogy helyesen vizsgálhassunk, helyesen dolgozhassunk, egy nagyon különleges szintet kell elérjünk, tehát, hogy mi felhasználhassuk a kölcsönös korrekciónak a módszerét hasonlóan a teremtőhöz, egyetlen baráttal szemben. És itt a 8. levélben a következőket mondja Rabas, hogy ahogy elértem a szeretet öltözetét, a szeretet szikrája kezdenek ragyogni bennem, azaz én már megszereztem azt a tulajdonságot, ami egyesít engem a barátokkal, és akkor a szívem elkezd sóvárogni, egyesülök a barátaim, és úgy tűnik szememnek, hogy a szemeim a barátaimat látják, a füleim hallják a hangjaikat, és a szám velük beszél, a kezek ölelkeznek, és elkezdjük el érezni, amit a Rabas ír, és a lábak elkezdenek közösen táncolni, szeretettel, boldogsággal együtt, egyetlen körben, és akkor én kiemelkedem a korporális kereteim között, és elfeledkedem a hatalmas távolságról, ami engem elválasztott a barátaimtól, és a kiterjedt tér a több ezer mérföldig már nem állhat közénk, mint hogyha a barátaim már a szívemben belül állnának, és látják mindazt, ami ott történik, és akkor elkezdek szégyent érezni az undorító cselekedeteimtől, amiket a barátaim ellen tettem eddig, és teszek még most, és akkor egyszerűen kilépek a korporális edényemből, és akkor úgy tűnik számomra, hogy nincsen más valóság a világban, kivéve a barátaim és én. És később még az én is eltörlődik, eltűnik, és beolvad, összekeveredik a barátaimmal, ameddig ott állok, és kijelentem, hogy nincs valóság a világban, csak is a barátok. Semmi más valóság nem létezik, csak is a barátok. Tehát fokozatosan a személy beleolvad a helyes környezetben, beleolvad a barátokban, eltűnik közöttük, és akkor készen áll
hogy készen áll erre az állapotban, hogy szemtől szemben áruljon a Teremtővel, és hogyha nem sikeres mindezt a barátokkal megtenni, akkor semmi esélye nincs, akkor nincs oka, hogy reménykedjen abban, hogy bármilyen érzékelése legyen a Teremtővel szemben. Semmi lehetősége nincsen, hogy a Teremtőhöz forduljon, nincsen képessége, nincs lehetősége, nem kap engedményt, semmi, ami megtörténhet, hogy segítsen, semmi nem történhet, hiszen az edény nem áll készen. Tehát beszéljük ezt meg egymás között, beszéljük meg ezt az állapotot, hogy ez mi ez az állapot, amikor a legfontosabb számunkra ez nem az, hogy bármi másra gondoljunk, azon túl ne gondoljunk semmi másra, mint hogy hogyan gyűjtsük be az edényt, az Adamarison edényét, ezt a törött edény darabjait, amelynek mi is a részei vagyunk, milyen alapelvek alapján. Mi már megvizsgáltuk ezt közösen az elmúlt két nap során, az árvútot, kölcsönös garanciát, az összes egyéni állapotot, hogy hogyan érhetjük el a kezdeti egység állapotát, hol van ez a zavaró tényező, amit meg kell ragadjunk, ez a fal, és ezt el kell tapossuk, fel kell robbantsuk, hogy darabokra szögessük. Hol van ez az elválasztó vonal, hogy ezt egyszerűen eltörjük, elpusztítsuk, hogy eltűnjön. Hol van ez a zavaró tényező, hol van ez az akadály közöttünk még? Hol találjuk meg ezt az akadályt, hogy szétrobbanthassuk, hogy keresztül hatolhassunk azon? Erről beszéljünk. Nos, úgy tűnik, hogy csak az erőfeszítés az, ami hiányzik, mondják a fókuszasztalom. Tehát a kölcsönös erőfeszítés, csak ez segíthet minket, a kölcsönös erőfeszítés, hiszen ez felfedi azt a helyet, ahova erőfeszítés kell tennünk. Ez a valódi ima, a valódi erőfeszítés, hogy megtaláljuk egymás között ezt az akadályt, hogy megtartsuk ezt a feltételt, hogy nincs más a barátokon túl. Következő. Igen, tehát létezik ez az akadály előttünk, amely állandóan az utunkban áll, állandóan megakadályoz minket. És mint egy fadarab, vagy valami, ami a fogaskerekek közé vagy egy szálka, amely a körmünk alatt van, és nem tudjuk kihúzni, vagy a kő a cipőnkben a lábunk alatt, amit nem tudunk kivenni. Következő. Nekünk le kell nullázzuk magunkat a barátok előtt, le kell nullázzuk magunkat a Teremtő előtt, a barátok fele, és ez az, hogy lássam, hogy megpróbáljam, és hogy lássam a Teremtőt a barátok mögött, és hogy teljesen odaadjuk magunkat a barátoknak, hogy belevessük magunkat, hiszen az erő a barátokban van. Következő. Én azt hiszem, hogy ez nagyon egyszerű. Ezen a kongresszuson nagyon egyszerűvé vált. Én nem tudom, hogy ez korábban mi volt, vagy nem tudom, hogy mit is láttunk korábban. De hogy hány barát. De most akkor erő van, hogy semmi más nem érzünk, csak ezt az erőt, ami sugárzik mindenkiből. Érezzük, hogy milyen piciniek vagyunk a barátokhoz képest, milyen alacsonyak vagyunk a barátokhoz képest, hogy ők valóban a Teremtőt jelképezik, és szeretnénk kérni a barátokat, akik előttünk állnak. És egyszerűen élveznünk kell azt, hogy itt ülünk és kérjük a barátok számára, semmi másra nincs szükségünk, csak hogy szolgálassuk őket. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy a következő, hogy az akadály az bennem van, hogy az, hogy nehéz valamit ezzel kezdeni, az én, bár én látom őket, ahogy látom, az akadály az bennem van, én vagyok az akadály, de ez az érzelmeimben, az érzéseimben egy olyan módon fejeződik ki, de teljesen nyilvánvaló, hogy nekünk magunkkal kell dolgoznunk, nincsen értelme mást hibáztatni, nekünk meg kell változtatnunk az attitűdöt, és félnünk kell, hogy hogyan tudunk a viszonyt építeni egymás között, és csak utána korrigálhatjuk azt. Igen, mondja a következő, ahogy ezt a Boris is mondta, valószínűleg nekem csak még nagyobb magabiztosságra van szükségem, hogy rátok gondoljak, és hogy nem magamra gondoljak. Tehát egy kis magabiztosságra van szükség, és ezen a kongresszuson mi elég magabiztosságot adtunk mindenkinek, hogy mindenki csak rám gondoljon, és akkor nincs más választásom, hogyha mindenki csak rám gondol, akkor felszabadítotok engem, és nem tudok elmenekülni. Tehát, hogy lenulázzam magam előttetek, és hogy rátok gondoljak.
Igen, és akkor bizonyosak lettünk abban, hogy nem lesz más gondolat, hogy esetleg valamit egyedül képes vagyok megtenni, vagy esetleg végig nem tanultam mindent, amire szükségem van, de semmi. Egyszerűen csak tudnom kell, hogy a barátok tartanak minket, és én nekem vissza kell adnom nekik, hogy ők is rendelkezek ezzel. Én kérem, és ez a szívemben van. Én a Teremtőt akarom, hogy a Teremtő segítse a barátokat, hogy rendelkezzenek az árvút állapotával, hogy rendelkezzenek ezzel a lehetőséggel, hogy megtartsák a többieket, fenntartsák a többieket. Következő. Természetesen ez a zavaró tényező, az akadály, ez létezik. Ha nem létezne, akkor egy másik szinten lennénk. De ez az akadály, ez a zavaró tényező, ez nem engedi meg számunkra, hogy összekapcsolódjunk. Soha nem láthatjuk ezt. Láthatjuk a barátokat, láthatjuk, oda mutathatunk, hogy mi maradt számomra. Az egyetlen dolog az, hogy lenullázzam magamat, lealacsítsam magamat, és megértsem, hogy a barátok mutatják nekem a helyet, ami az utamban van, amin dolgoznom kell, hogy képes legyek velük összefonódni, és csak ezt kérjük, csak ezt a helyet kérjük, csak ezt a lehetőséget kérjük. Ez az egyetlen oka annak, hogy összegyűltünk, hogy itt vagyunk. Hogy jó, hogy ezt a vágyat elkezdjük érezni, hogy összekapcsolódjunk, és segítsük egymást. Rajtam kívül nincsenek zavaró tényezők. A zavaró tényező az bennem van, a természetem az, ami zavar engem. Ez az akadály, hogy a barátaimat láttam, hogy állandóan kritizálom őket, hogy megítélem őket negatívan. Nincs erőm, hogy kérjek, hogy a barátokhoz forduljak. Nincs erőm, hogy hozzájuk forduljak. Hogy ledullázzam magamat, és ezen a kongresszuson ez nagyon könnyedén történik, ez szinte folyik. Ugye nagyon sok körben voltam, és ez a csodálatos dolgok történnek, ez a jó felhő folyik rajtunk keresztül, és ez az állapot, amit elértünk, ezt át kell adjuk, ezt tovább kell adjuk. Ez egy szörnyű, hogyha kilépünk ebből a kongresszusból, hogyha elhagyjuk ezt az atmoszférát, ez egy modellje annak, hogy mit is kell tennünk. Ez, amit érzek, hogy meg kell tartsuk ezt az állapotot. Ez egy nagyon precíz érzés, hogy a barátok rendelkeznek ezzel. Csak nézzél bele a barátok szemébe, és látod, hogy ők rendelkeznek ezzel, csak én nem rendelkezem ezzel. És akkor mindig itt van ez a kérdőjel, mindig itt van ez a kérdés, hogy vajon találhatok-e valamit magamban, van inkább odaadom magamat a barátokkal, és boldog vagyok, hogy feladhatom magamat, hogy érzem ezt az akadályt a Teremtőtől, hogy a Teremtő trükköz velem, hogy azért küldte nekem ezt az akadályt, hogy feléugorjak, hogy megoldjam ezt a problémát, hogy átadjam magam a barátoknak, még inkább, hogy bevessem magam a csoport központjából. Ez egy, miért vagyok így, miért nem láthatom őket másképp, miért kell ezt így látom, miért kell gyűlölnöm őket, itt csak az árvút segített minket, hogy éreznünk kell, hogy valóban a magabiztosságot csak egymástól kaphatjuk meg, és ez az, amit elvárunk egymástól, hogy ugorjunk be a nyitott karokba, csak vessük be magunkat a barátok közé, és ne érdekel minket, hogy mit érzünk, nem számít, hogy mit érzünk, és hogyan érezzük magunkat, be kell ugornunk a barátok karjaiba. Igen, a kongresszus kezdetétől kezdve ez érződik, mondja a következő, hogy lehet, hogy az elején még nem volt annyira nyilvánvaló, még nem éreztük ennyire tisztán, és hogy mennyi idő telt el, mit tudom én, másfél nap vagy két nap, itt van előttünk ez a fal, hogy ez a fal egyre erősebb, egyre nagyobbá válik, és most már ez nem olyan egyszerű, mint a kongresszus elején, hogy összekapcsolódjunk, hogy menjünk valahova, vagy beszéljünk. Ez azt jelenti, hogy a fény az valóban működik, és mi a helyes irányba haladunk, és az egyetlen dolog az, hogy ne álljunk meg, mint ahogy ezt Ravi is mondta, ez ugyanaz az akadály, mely egyszerűen kitaszít minket, és akkor meg kell értsük, hogy ennek így is kell lennie, és e fölött kell sovárognunk egymás fele, e fölött kell kapcsolódnunk, hogy egyre intenzívebbé tegyük az erőfeszítéseket, amiket egymás fele teszünk, hogy kapcsolatot építsünk. Igen, ebből az következik, hogy mi csak nem figyelünk oda, mi nem nézzünk a dolgokat túl nehezen, csak nézzük ezeket úgy, mint hogy gyakorlatot kapunk, vagy egy tréninget kaptunk, és rohanjunk a barátokhoz, mint hogy ők lennének a mentőcsónak, mivel ők az egyetlen erőmvel rendelkezik, a barátok, hiszen minden az arvúton múlik, mi ebbe beleegyezhetünk, hiszen magamnak semmi erőm nincsen, hogyha magamtól kapom az erőt, akkor az önző erő, csak a barátokat adják az erőt. Tehát ezt már előre tudnunk kell, tehát hogy ez a szellemiség kihúzzon minket ebből a mocsárból, az önző mocsárból.
az akadály egyelőre még mindig kicsi, ezek még mindig csak kicsi gyakorlatok, de nem leszünk képesek megbirkózni vele egyedül, de a barátokkal szuperkönnyű, hogy mindenkit kihúzunk ebből a mocsárból, és mindenki a mentőcsónakba üljön ebbe a bárkába, közös bárkába. Következő. Meg kell próbálnunk, próbálkoznunk kell. Általánosságban nem szabad, hogy odafigyeljünk az egóra, hogy az egó mit akar mutatni nekem, a sajnálkozás, az önsajnálat, az önfájdalom, mint hogyha én félnék, hogy nem tudom megtartani az arvutot, jaj, mi lesz, és hogy inkább nem írom el ezt a szövetséget, mert mi lesz velem, szégyent érzek. A teremtő tudja, mit kell velem kezdeni. Itt barátokat lehet, hogy becsaphatom, de a teremtőt nekünk csak hozzá kell tennünk, a kapcsolatunkat kell építsük, minél több láncot magunkra véve, hozzákötni magunkat az árbóchoz, ahogy ezt olvastuk. Igen, mondja a következő, a probléma az az én problémám, csak ezektől meg kell szabaduljak. Boldognak kellene, mint a gyerekek, hogy együtt üdünk, szaladgálunk, ugrálunk, és semmi okunk, hogy bárhova máshova menjünk, és nekem csak boldognak kellene, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, együtt lehetek veletek. És minden egyes gondolatért, ami jön, nekem boldognak kell lennem. És én beolvadhatok a barátok közé, köszönetet mondva a teremtőnek, nincsen más rajta kívül. És mi egyszerűen csak ezt érezzük itt, és most mindenki e fele halad, ez a levegőben van, az atmoszférában, mert ezt lélegezzük egymás között. Igen, mondja Boris, csak töröljük el a fejünket, vágjuk le a fejünket, legyünk a saját magunk dzsihadistái, lefejezzük magunkat. Minden annyira nyilvánvaló, el van rendezve, az egész teremtés, minden ilyen csodálatosan el van rendezve. És de itt ez az egyetlen dolog van, hogy miért van az, hogy az összes csodálatos dolog elején nem látom a dolgokat úgy, ahogy annak lennie kell. Ez mégsem működik számomra. Azért, mert minden más, az egész természet kezdetétől végéig, az egész környezet, a közösség, minden készen áll annak érdekében, hogy elérjük az egész természetet, ez a természet tulajdonságát, ez az a rész, amit nem látunk, az adakozás, de a kongresszus, ez valóban valami olyasmi, amit nem lehet leírni szavakkal, ezek a dolgok, amiket évekig nem tudtuk megérteni, vagy megérteni a lélek, hogy mi ez a lélek, és ez megoldódott, és a kérdések is, ebből az következik, hogy elég csak idejönni, találkozni, együttülni, és a problémákat megoldjuk, amiről semmilyen más módon nem tudtunk volna gondoskodni korábban. Mi beszéltünk a körben, és ez a gondolat jelent meg a fejemben, hogy ez az akadály, ez a zavaró tényező, ez mivel a barátok nem elég nagyok a szememben, mivel hogyha elég nagyok lettétek a szememben, akkor képes lennék lenullázni magam, és képes lennék kérni értetek. Tehát nézem a barátaimat, és még mindig nem látlak titeket elég nagynek. Próbálom érezni a nagyságotokat, próbálom érezni, hogy mennyire különlegesek vagytok, hogy végre lenullázassam magamat. És akkor látom, hogy aprónként minden egyes szóval, amit hallok tőletek, a gondolatokat, amiket érzünk, az érzések, amik átfolynak rajtunk, hogy ez ebből a hatalmasságból jön, amit bennetek látok. Ez átítat engem, lassanként feloldja a szívemet, a szavaitok, beragyogtatok, felébresztetek, és végre felébred bennem ez az apró rés nyílik ezen a kőszíven, hogy elkezdjek érezni titeket, hogyha nem megyek tovább belétek, hogy a erőfeszítést erre fókuszáljuk minden egyes pillanatban, akkor elveszítsük, de hogyha megtesszük, akkor nagyon könnyű velük, akkor szétrobbantjuk a kőszíveket, és végre összeolvadhatjuk a szíveinket. Következő. És akkor nem ismételjük meg ugyanazokat a hibákat, amiket eddig újra és újra megtettünk, hogy elfeledkezünk erről, vagy egy másodperc elfelejtjük, és aztán 10 évbe telik, mire visszatérünk, de hogyha ezt megtartjuk, akkor olyan magabiztosságot adhatunk egymásnak, hogy mindenki tudja, hogy meg vannak tartva, hogy nem tudnak kiesni ebből a hajóból. Én szabad vagyok, én ugyanazt akarom tenni a többiek érdekében is, és én érzem belülről, hogy ti tartatok engem, hogy már nem félek, nincs mitől félnem, hiszen köztetek vagyok, és ti tartatok engem. Ez a kölcsönös garancia, ez magabiztosságot ad, és megtart minket. Tehát ne halogassuk ezt akár egy másodperce sem, hanem tartsuk ezt meg, ragadjuk meg ezt a magabiztosságot, amit adhatunk egymásnak. Következő, amikor én hallgatlak titeket, akkor nagyon nehéz ezt mondani, de azt hiszem, hogy
ez a hit hiány, amikor az avaró tényezőt érezzük, hogy nem hiszünk egymásba, és minden egyes helyzet segít minket, hogy mindent a többiekkel csináljunk, és hogy elkezdjük érezni ezt a bizalmat egymásban. Hogy ez a hit, hogy a Teremtő áll mögöttünk, hogy a Teremtő van a barátok mögött, ez az apró hit hiánya, még ez a bizalom hiánya, ez az, ami nem engedi, hogy lenullázzuk magunkat teljesen, és még mindig azt hiszük, hogy magunkra kell vigyáznunk, hogy valamit tennünk kell magunk érdekében, de éreznünk kell ezt a garanciát, ezt a kötelet, ezt a magabiztosságot, de a hit, tehát egyszerűen hinnünk kell a barátok, mert kell csak át kell adjuk magunkat értelemfeletti hitben, és hinnünk kell, hogy valóban a barátok a legjobbat akarják nekünk teljes szeretettel, hogy feladjuk magunkat végre a cél érdekében, ezért a célért, hogy végre feladjuk magunkat, és higgyünk a barátokban, bízunk bennük, és ez lehetséges, és érdemes ebbe bevetni magunkat, csak is a hiten keresztül, a bizalmon keresztül, esetleg ez az, amit magasztosítanunk kell, ez az, amit éreznünk kell, hogy mindegyikünk képes elérni ezt a hitet, ahogy a rabasnak a példájában, hogy a borítékban lehet, hogy csak $1 van, de mégis elhisszük, hogy a barátok visszaadták mindez $1000. Ott van a másik dolog is, hogy valóban a kongresszus során mi úszunk a barátok karjaiban, mi nem érezzük az időt, és kívül nézzétek meg, sötét van kívül, egy perccel ezelőtt még nap volt, még világos volt, de most már sötét van, és ez a gondolat hirtelen beugrik a fejünkbe, hogy mi fel lettünk szabadítva, mi ki lettünk szabadítva, és ez még csak nem is a vége, hiszen nem értük el, amit akartunk érni, és már most is érezzük ezt a szabadságot, és lényegében szükségünk van erre az újra megújítására, vágyunknak a megújítására, amikor megértjük, hogy ez még mindig nem a vége, hogy újra és újra meg kell újítanunk ezt a vágyat. Szükségünk van erre a hiányosságra, hogyan keressük ezt, hogyan kutassuk ezt. Következő. Tehát azt mondják nekem, hogy volt ez a barátok találkozója, ugye tegnap este is, ez az egyik beszélt a szeretet faláról. Azt mondta, hogy itt létezik a szeretet fala, és én hajlandó vagyok, a lányáról beszélt. Azt mondta, hogy itt a szeretet fala, és én megteszek bármit a lányaimért, de hogyha ez a fal el van távolítva, akkor hajlandó lennék megölni őt. Tehát hozzá kell szoknunk az, amit a barátok mondanak. Ezt kezdetben nem értettem, mert én is egy falon keresztül hallgattam ezt, de nem látjuk a barátok nagyságát, hogy megértsük, hogy miről akarnak beszélni, hogy megértsük, mint akarnak kifejezni. Ez elképesztő, ahogy nézzük a Teremtő munkáját rajtunk keresztül, hogy a Teremtő hogyan szobrázkodik velünk, hogyan formáz meg titeket, meg a barátokat, és hogyan vált minket, a saját képét kiváltva bennünk, hogy egy önző személy hogyan változik át, és elkezdi hallgatni ezeket a szavakat, és hallgatja, és elkezdi szeretni azokat, hogy egy önző személy, hogy a Teremtő hogyan beragyogja ezeket a sötét helyeket, és akkor ahelyett, hogy elmenekülnénk, megértjük, hogy ezek a munkánk helyei, és ezért a barátokra dedikálom magamat, és intellektuálisan, az értelmemben soha nem láthatom őket nagynak, hogyan emelkedjek az intellektusom felé, hogy erőfeszítést tegyek, de hirtelen elkezdem érezni, hogy a barátok hogyan fordulnak hozzánk, és mindezek a valak szétomlanak, hogy milyen boldogság töltek minket, hogy micsoda háladásunk van a Teremtő fele, hogy a Teremtő megengedte nekünk, hogy ezt a helyzetet így lássuk, hogy folytathassuk azt, hogy a barátokért imádkozzunk. Igen, a kulcsszó az lényegében, hogy együtt, egységben. Nekünk mind bele kell egyeznünk, hogy ezt a munkát közösen csináljuk, mivel valójában csak a barátok képesek korrigálni engem, én nem vagyok képes magamat korrigálni. És amikor én kérek a barátok érdekében, akkor vagy a barátok automatikusan érzik, hogy nekem szükségem van valamire, vagy én érzem, hogy a barátoknak van valami szükség, az egész folyamat erről szól. Az egész folyamat erről szól. Mi keresztül mentünk ezeken a ciklusokon, a különböző ciklusokon, és különböző dolgok mentek keresztül a fejünkön. Ez az, hogy a workshop működik. És hogyan kapcsoljunk mindent össze, amiről beszéltünk? Hogyan kapcsoljuk ezt össze? Mi beszéltünk az akadályokról, az zavaró tényezőkről, mi hiányzik. Valójában az egyetlen dolog, ami hiányzik, az a Teremtő fontosság. Az egyetlen dolog, ami hiányzik, mindenkinek erre van szüksége. Tehát a Teremtő fontossága az együtt az erővel, a szellemiséggel, amit érzünk egymás között, az az atmoszféra, amit teremtünk, ez a hajtóerőnk. Mi nekünk hozzá kell tennünk, állandóan ezt növelnünk kell, hozzá kell tegyünk. Mi ezt láthatjuk, mikor az
eseménynek vége van, és hirtelen ez a fontosság. Rav. 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 Akkor most próbáljuk meg megvizsgálni egymás között, amit a Rabas írt a tanítványainak, mint hogyha mi megvalósítanánk azt, amit a Rabas írt, amit ő írt, ő keresztül ment ezeken a dolgokon, saját magán belül, amikor ezt leírta. Azaz, hogy a szeretet szikrái elkezdenek ragyogni bennem, és a szívem az elkezd sóvárogni, hogy egyesülhessek a barátaim, és úgy tűnik számomra, hogy a szemeim a barátaim látják, a füleim a hangjukat hallják, a karak összeölelkeznek, hallják a hangomat, ők is hallották, összeölelkezünk, együtt táncolunk egymással, a karok ölelkeznek, a számmal beszélek, és akkor egy körben állunk, és én kiemelkedem a korporális kereteim közül, én elfeledkezem arról, úgy tűnik, hogy már nincsen más valóság a világban, és akkor elképzelem, hogy most, amikor itt vagyunk egymás között, itt ülünk egymással az összes csoportunkban, a világ minden részén, és már láttuk, hogy micsoda hatalmas csoportok vannak, akik részt vesznek velünk, és együtt elrészezünk. Csak lássuk, hogy hány ember gyűlt össze a világ minden részén. Nem is emlékszem egy ilyen kongresszusra, ahol ennyi csoport, különböző csoport összegyűlt volna különböző országokban. És nem hiszem, hogy hibát követek el. Ez az érzésem, hogy soha nem voltunk ennyien, hogy ez egy új csúcs. Nézzétek, hogy mi történik.
Szóval, magyar, mit is szeretnék mondani? Láthatjátok, hogy mekkora mértékben az edény Raf héberül beszélt orosz helyett, Raf elkezdett héberül beszélni. Oké, mindez, ami a Kabbala bölcseletére vonatkozik, az könnyebb héberül beszélni. Oroszul hiányzik egy csomó szó, bár még nem felejtettem, hogy beszéljek oroszul, de mindezzel, ami a belső érzésekre vonatkozik, bennem, nekem nagyon sokszor le kell fordítsam héberül oroszra. Tehát mit is akarok mondani? Tehát mind a mai napig létezik egy hatalmas spirituális edény. Musi mondta nekem korábban, hogy még bár már olyan hosszú ideje tanulunk, voltak kongresszusaink és így tovább, de az emberek száma az alig nő. Az emberek változnak, tehát egyre magasabb minőséget érünk el, de mennyiségileg szám nem változik. Lehet, hogy elértük a plafon, tehát nincs több lélek a világban, amely egy olyan módon van létrehozva, hogy sovárognak a teremtés célja fele. És mi láthatjuk ezt a különböző országokban, hogy csoportok nem nőnek számban. Miért is mondom mindezt? Mivel mennyiségileg nőttünk, és ez egy jele annak, hogy mi lemaradtunk a minőségben, tehát minőségileg kell nőnünk, és ez csak is a közöttünk levő kapcsolaton keresztül, tehát a kapcsolatunkat kell növeljük, hogy minőségileg növekedjünk, nem kell feltétlenül mennyiségileg növekednünk. Itt azt hallottam, mondja Rav, hogy a nők az imákban, amit írtunk az előző lecke végén, az imák, amiket létrehoztunk, kifejezték a vágyukat a férfiak fele, hogy mi segítsük a férfiakat, hogy kapcsolódjanak, mondták a nők, hogy egyesüljenek. Nagyon sok ilyen kívánság volt a nők részéről, és ez valóban így van. Egyrészt ez így van, másrészt viszont ennek nem szabad a helyet jönnie, hogy a nők sóvárognak a cél fele, az egység a nők között, az is nagyon fontos, és hogy egy közös erőfeszítést tegyenek, amely mind közöttük jelenik meg, mint a teremtő között, és a férfiak fele is. Tehát a nőknek sem szabad elfelejteni, nekik is egységre kell lépni, és nekik is kell egységet elérni a teremtő fele. Tehát, hogy megtartsák ezt az egyenes vonalat is, hogy ugye egyrészt kényszerítsék a férfiakat, hogy végezzék a munkát. A nők azért léteznek, hogy megvalósítsák az ő spirituális munkájukat egymás között, ugyanúgy, mint a férfiak, tehát van nekik ilyen feladatuk is, megvannak a saját problémáik az egységgel kapcsolatban, és a férfiaknak megvannak a saját problémáik az egységgel kapcsolatban. A férfiak szempontjából úgy tűnik számunkra, hogy ez nem annyira rossz, ők ölelkeznek, ők kimennek, még a WC-re is együtt mennek, mit tudom én, mindenfajta terveik vannak, hogy holnap, meg holnap után csinálnak valamit közösen, ha jól hallottam. Ez az, hogy történik a férfiakkal, oké. De a nők számára más. Mindenek ellenére szükség van a közöttük levő kapcsolatra. Egyrészt, hogy segítsék a férfiakat, hogy lökjék a férfiakat a cél fele, hogy érezzék ezt a várakozást a nőktől, a férfiak érezzék a várakozást a nőktől, ahogy ez a mi világunkban is van, hogy a nők kényszerítik a férfiakat, de másrészt a nőknek maguknak is haladniuk kell, tovább kell lépniük. Én álmodtam egy ilyen állapotról, mondja Rav, ahol a nőknek egy tízes emelkedik és belép a spiritualitásban. Ez egy hatalmas ajándék lenne, hogyha egy női tízes bejutna a spiritualitásba, tehát ez sem lehetetlen nyilvánvalóan, hanem ezt el kell érjünk. Én nem hiszem, mondja Rav, hogy ez valami tudományos fantasztikum. Ez egy teljesen valóságos küldetés, misszió, és ez csak is a nőkön múlik, hogy a nők mikor erőfeszítést tesznek. Tehát
Nem szabad csak azt mondani, hogy kérjük, hogy a férfiak elérjenek, nem kell a nőknek megadniuk magukat ennyire. Igen, ez egy plusz, hogy a férfiakat akarjuk, de valami plusz, hiszen mi ezt kívánjuk az összes csoportnak, mindenkinek kívánjuk, de ez nem jelenti, hogy a nők munkája csak annyi, hogy csak a férfiakat kell lökniük. Nem. Ennél fogva, mi abba hagytuk, hogy kívánságot akarunk a világ összes csoportjának. A rabás írja, hogy fokozatosan felfedezem a kapcsolatomat a barátokkal, és hogy a távolság az nem választ el minket többé a mérföldek, és én látom őket, hallom őket, tapintom őket, én megölelem őket. Itt vannak a szívemben belül, fizikailag együtt velem, és én együtt táncolok velük, és velük együtt teszek mindent. Mi már mindannyian együtt vagyunk, nincsen más a barátokon túl, nincsen távolság a világban, semmi. Itt ez én és ők közösen, ez még csak nem is egy illúzió többé, hanem ez a valódi állapot, a valódi érzés, én együtt vagyok velük, érzem ezt az állapotot valósan, tapinthatóan. Hogyan érhetjük ezt az állapotot el egymás között? Ez a következő kérdésünk, tehát hogyan érjük el ezt az állapotot, amit Ravas leír a 8. levelében, ahogy a barátaim már a szívemben belül állnak. Oké, fókuszáztam. Én emlékszem az előző moszkvai kongresszuson, én messze voltam a csoporttól, én a telefonon hallgattam a kongresszust, és emlékszem, ahogy néztem a falat magam előtt, becsuktam a szememet, és hallgattam a kongresszust. És én fölhívtam Ruszlánt, és ő is a telefont magam elé tette mikrofonnal, és abból a hatalmas vágyból, hogy a barátokkal összekapcsolódjak, amit nem lehetett a valóságban megtenni, de én valóban akartam, azt valóban vágytam el, és akkor egy bizonyos ponton úgy tűnt számomra, hogy a fal, amelyet néztem, a fal, az egyszerűen elolvadt, eltűnt, és képes voltam látni a mosolyukat, az arcaikat, a boldogságukat, mint hogyha együtt lettem volna velük. Én mindig emlékszek erre, soha nem felejtettem el, amikor hallom ezeket a szavakat Rabastól, az azt jelenti, hogy egy hatalmas vágyat kell érezzünk, hogy összekapcsoljunk egymással, és ez csak abból az érzésből jöhet, hogy mennyire szükségünk van a barátokra. És ez a vágy, ez a mindent elöntő vágy, ezt mi adjuk egymásnak. És a hiányosság, ez a sóvárgás, ez a szerelmi bánat, ez a hiány a barátok fele, ez abból a szükségedből jött, hogy össze akarunk kapcsolni. Én tudom, hogy minden egyes körben, ami itt volt a kongresszus során, hogy mi adta nekem a legnagyobb inspirációt, az, hogy a barátok mindegyike egyszerűen akarja ezt. Ez olyan, mint egy sikoly a szívükből, egy felkiáltás, ez olyan, mint egy néma kiáltás, ez nem nincs beleöltözve szavakba vagy hangokba, hanem ez csak ez az érzés, hogy ezt láthatjuk a húsban, hogy a személy mennyire akarja ezt, hogy az egész élete erre van föltéve, és hogy ezt akarja másik, többiek is ezt érezzék. Ennél fogva én tudom, hogy egyszerűen erre kell gondolnunk, megállás nélkül, erről kell beszélnünk, meg kell tennünk mindent, amire képesek vagyunk, hogy ez a levegőben legyen, hogy az valóban a legfontosabb dolog legyen számunkra, hogy a barátok rendelkezzenek ezzel, hogy mindenki rendelkezzen ezzel, hogy én kérjek értetek, és ti kérjetek értem, mivel ez az, amiről az életünk szól, az életünk csak erről szól. Következő. Az életünk az egy hatalmas vágyból áll, hogy összekapcsoljunk a barátokkal. Ez a hiányosság hely, ez egyetlen lényege az életünknek. És azon túl, hogy érezzük ezt a hiányát, hogy ennek a hiányát érezzük, hogy én nem vagyok képes valamit a barátokért megtenni, nem vagyok képes értük tenni valamit. Tehát egyrészről ez egy hiány, másrészről pedig itt van ez a félelem, ez a remegés, hogy esetleg én kudarcot vallok, tehát ez a két állapot,
ez az átmeneti állapot, hogy akarom vagy nem akarom, de mégis meg kell tegyem, ezek elhoznak minket egy olyan állapotba, ahol már egyszerűen csak akarom ezt a barátok fele, és akkor a vágyamnak a pontja. Még akkor is, hogyha ez csak egy aprócska pont, ez egy aprócska pont, még mindig is érzem, hogy együtt vagyok a barátokkal, amit ő érz, én is érzem. Ez az állapot elhoz minket, hogy hajlandóak vagyunk bármit megtenni a barátokért, anélkül, hogy magunkra gondolnánk. Nekünk állandóan, megállás nélkül erre kell sóvárognunk, hogy megtartsuk ezt az egyensúlyt. Nem tudom, hogy hogyan tehetjük ezt meg, de ezt mégis meg kell tegyük. És a félelem és a szeretet között, valahol a kettő között. Tehát egyrészt ez a félelem remegés, másrészt pedig a barátok iránti szeretet. Úgy tűnik számomra, hogy amikor érezzük ezt az állapotot, ahogy ezt a Rabás írja, hogy nincs idő, tér, nincs mozgás, csak a barátok léteznek, mint hogyha kiemelkedtünk volna ebből a világból, ahol beolvadtunk a barátok közé. Azt hiszem, hogy ez érződik a kongresszuson, hogy ülünk a különböző körökben, még a jelenlegi körben is, ahol most vagyunk. Bárki, aki a kongresszuson van, ez valóban érződik. Ez valóban érződik, hogy ők itt vannak közöttünk. Ravnak köszönhetően megadta nekünk az erőt, a képességet, hogy elérjük ezt az állapotot, hogy elérjük ezt az állapotot. És a kérdés az, hogyan tudnánk ezt megtenni Rav nélkül, anélkül, hogy Rav segítene. Azaz, hogy ne emlékeztesse minket állandóan. Tegnap is az egész idő alatt segítette ezt a srácot, hogy kitörjön ebben a csodálatos költői imában. Hogyan tudjuk mi létrehozni ezt a nyomást egymásra, ezt a kényszerítést, hogy támogassuk egymást, hogy képesek legyünk megtartani ezeket az állapotokat. Én valóban félek attól, hogy mi lesz, amikor hazamegyünk a kongresszusról, amikor kikerülünk ebből. Én mint egy kutya vagyok, csak mellett akarok lenni, és nem akarok elmenni, csak itt akarok maradni. Én csak érzem, hogy itt akarok maradni, és nem akarok innen elmenni. Ki kell lépjük ebből, de mégis hogyan tudom ezt megtenni, hogy ne legyen ez az eltávolítás. Itt van ez az időgép, amit úgy nevezünk, hogy a workshop. A workshop az az időgép. A személy a workshopban, hogyha van egy megfelelő vágy, akkor egyszerűen ott találja magát a Mexikóban, New Yorkban, Petah Tikvában, Moszkvában, mit tudom én, elkezdi érezni a barátokat, elkezdi érezni az arcaikat, az arcok megváltoznak, érzi ezt az erőt, ami létrejött minden egyes körben, minden egyes workshopban, minden egyes otthonban. Tehát ez a szintiszta érzés megjelenik, nekünk növelnünk kell ennek az eszköznek a fontosságát, és mi most érezzük a barátainkat, akik együtt vannak velünk a képernyőn, itt vannak velünk, itt vannak a körben, velünk együtt, az egész világcsoport együtt van velünk, ez az, ahol az egység tulajdonsága létezik. Mi képesek vagyunk együtt élni velük, együtt lenni velük, hogy terjesszünk velük, dolgozunk velük, hogy az utcán együtt legyünk velük. Ez mind a kezünkben van, nem kell keresnünk már ezt megkaptuk ezt a lehetőséget, erre képesek vagyunk. Valójában senki nem jött erre a kongresszusra ok nélkül, senki nem jött ok nélkül erre a kongresszusra. És megvan az oka annak, hogy az emberek a képernyő mögött ülnek, mindenkinek van egy szikrája, és nekünk erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy érezzük a barátok vágyát, hogy érezzük a barátokat, ez a vágy, hogy érezzük a barátokat a szívünk mélyéről, belülről. És ez az, amit kérnünk kell. Én nem tudom, hogy tegyük meg, de hogy kérjük ezt a barátoktól, a teremtőtől, Ravtól, én nem tudom. De hogy egy állandó vágyat érezzünk, hogy összekapcsoljunk a barátokkal megállás nélkül, hogy ez lángoljon bennem, hogy az ne tűnjön el, ne olvadjon ki. És én ugyancsak éreztem ezt, amikor megmutatták nekem a csoportot, a csoportokat, éreztem a felelősséget, éreztem ezt a kölcsönös felelősséget, hogy mekkora
hogy mekkora mértékben az, hogy itt lehetek, hogy ezt a szerepet megkaptuk, hogy micsoda felelősség ez, hogy mindenkiért felelős vagyok, aki történik a világ minden részén, körülöttünk a többi csoportban. És később, amikor a Rav kérdezte a kérdést, hogy hogyan tudjuk elérni ezt a rabas állapotot, amit rabas leír ebben a cikkben vagy levélben, én is szeretnék szakértővé venni, hogy ezt ő írja, hogy szakértővé válni, hogy beássunk, belemélyedjünk ebbe, hogy érezzük ebből a nullából, hogy érezzük, hogy esetleg, hogy minden eltörlődik, és akkor elkezdünk szégyent érezni apró undorító cselekedeteinkből, amiket a barátok ellenében teszünk. Tehát a workshopban, ahogy ezt a Szergej is mondta, mi nem akarjuk abba hagyni ezt a workshopot, nem akarunk elmenni, mint a kiskutyáit akarunk maradni, hogy ezzel az érzéssel együtt legyünk. Tehát, hogy megerősítsük ezt, hogy megragadjuk azt, hogy továbbfejlesszük azt. Valójában ez nem működik egy ilyen módon, ez csak egyszer csak reménykednünk kell, hogy ez megnyílik, Rav. Tehát veletek együtt mi elkezdtük megízlelni az egység állapotát, elkezdtük megízlelni. Hívjuk ezt Arvotnak, hívjuk ezt a kölcsönös garanciának. Azaz mi megkaptuk ezt a közös lélegzetet, ezt a közös levegőt, ezt a közös érzést, valami, ami közös mindenkinek, hogy elkezdtünk valamit megtapintani, ami közös, mint hogyha átfolyt volna rajtunk. Ez érződik, és egyébként nem tudjuk kifejezni szavakkal, nem vagyunk képesek ennek egy bizonyos formát adni, egy bizonyos érzést adni, bizonyos formát adni, de már elkezdjük érezni, ezt, ami közöttünk van. Ez egy állapot, ez az egység állapota, ez a kapcsolat. Később az elhoz minket az Arvuthoz. Tehát ez az állapot, ez az állapot, ez olyan válik, mint az olyan emberek között, akik nagyon közel vannak egymáshoz, akik már érzik egymást, akik valóban közel kerültek egymáshoz. Nem kell elmagyaráznunk ezeket a dolgokat nekik, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy oké, ez a személy, ez nagyon drága számomra, ez drágább számomra, mint én saját magam. Miért? Ez az, amit érzek, nem tudom megmagyarázni. Ez a személy fontosabbá vált számomra, mint saját magam. Csak egyszerűen érezzük. Elkezdtük ezt érezni egymás fele, elkezdtük érezni, hogy mennyire fontosak vagyunk egymásnak. Esetleg lesz még egy probléma is olyan emberekkel, akik félnek attól, hogy ezt elengedjék, hogy félünk, hogy ez elmegy, hogy szétillan, félünk attól, hogy hazamenjünk, mert úgy érzik, hogy elveszítették azt, amit elértek ezen a kongresszuson, elveszítik ezt a melegséget, elveszítik ezt a kapcsolatot, és hogy hirtelen nagyon hideggé válik megint minden otthon, hogy magányos leszek megint, minthogyha levágtak, mintha kiszakítottak volna minket valahonnan, hogy valami meleg helyről kiszakítottak volna minket, mintha gyereket kitépnék az anyaméhből, mielőtt eljönne az idő. Természetesen ez egy nagy szégyen lenne, mondja Rav, hogyha ez az érzés, ami csak most rügyezik ez az érzés egymás között, hogy ez egy hatalmas szégyen lenne, hogyha ezt elveszítenénk, hiszen akkor elveszítjük mindazt, amit nyertünk az erőfeszítésen keresztül, amit tegnap meg ma tettünk. Hiszen mi rendelkezünk, mi elértük a kezdetét, az általános edény készítésének a kezdetét, elértük, elkezdtük összeragasztani a darabkákat, a kollektív edényünket. És ez esetleg egy lehetőség arra, hogy felfedezzük a felső világot, amely lehet, hogy egy olyan lehetőség, ami soha többé nem vér vissza, és hogyha ezt elveszítjük, akkor elveszítettük, és soha nem jött vissza. Tehát éreznünk kell, hogy ez egy ilyen lehetőség egyszer és mindenkorra. Az életünkben lehet, hogy nem történhet meg, de most jelen van, itt a lehetőség. Tehát ne engedjük el mellett, hogy az életünkben nem jön vissza többé még egy ilyen lehetőség. Balaszulam azt írja, hogy én számotokra előkészítettem mindenfajta lehetőségeket, amelyeken keresztül megtarthatjátok a helyzetet, anélkül, hogy visszazuhanjátok. És a legfontosabb ezek közül az a barátok közötti osszalvadás, és én garantálom nektek, hogy a mások szeretetek képes emlékeztetitek arra, hogy mennyire szükségetek van egymásra, és hogyha megerősítetek magatokat ebben, ha ebben erősítetek magatokat, akkor semmi kétség, hogy erőről erőre kaptok, és emelkedtek a szentség létrefokain, ahogy én ezt megígértem nektek korábban, mondta Balaszulam. Ennél
kezdetektől fogva, forduljatok el, emlékeztetek titeket a barátok szeretetének a valóságára, kifejezetten jelenleg ebben a pillanatban, mivel ezen múlik a mi létezésünk, és ebben mérhetjük le a jövőbeni sikerünket. Tehát forduljatok el az összes elképzelt cselekedeteitől, az illúzióitól, és csak is arra gondoljatok, hogyan tudtok újításokat létrehozni a barátok szeretetében, hogy a szívéteket összekapcsoljátok. És az a vers, hogy szeresd fel a barátod, mint saját magadat, az valóvá váljon bennetek. És akkor a szeretet gondolata az lefedi az összes bűnöket, és tegyetek próbára engem ebben, és kezdjetek el összekapcsolódni szeretetben valóban, és akkor majd meglátjátok és érzitek, hogy a felső erő megjelenik köztetek. Természetesen ő ezt a tanítványainak írja, akik még mindig nem fették fel a felső erőt, akik még mindig nem érték el a teremtő felismerését, mint mi magunk, ahogy a tanítványok ott álltak ezelőtt. Te írta nekik, hogy ezt meg kell próbálniuk, hogy a gyakorlatba kell helyezniük ezt az állapotot egymás között, hogy létrehozzák, hogy ezt lefessék maguk előtt, hogy elképzeljék, hogy megpróbálják ízlelni ezt az állapotot. Ez látszólag létezik már a hatalmas vágyunkból, a hatalmas közös keresésünkből. Elkezdjük érezni, valahogy kibontakozik előttünk, hogy ez hogyan megformálódik, mint egy felhő, mint egy létezés a semmiből, mint hogy előttünk megjelenne egy ilyen felhő, vagy megnyílik előttünk, amit már, mint hogyha megpiszkálhatnánk egy kicsit, megízlelhetnénk. Ezt el kell játszanunk egymás előtt, el kell játszanunk egymásnak. Ez a felső állapot, a felső kapcsolat, a barátok szeretet, a szerető szeretet, el kell képzeljük, hogy már ebben a felsőben vagyunk, és fizetés világban vagyunk, hogy teljesen összekapcsolódva, és valóban eljátszuk, és úgy teszünk, mintha ahogy játszanunk kell. Tehát, hogy eljátszuk a spirituális világot. Tehát osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, hogy hogyan tudjuk ezt eljátszani, mit tehetünk. És akkor ebben a fantáziában, egymás álmaiban hogyan kell cselekednünk, hogyan kell a Balaszulám szavainak megfelelően cselekednünk, hogyan kell ezt eljátszanunk, hogyan kell ezt a magasztos állapotot, tehát fantáziálgassunk egy kicsit, képzeljük ezt el, Mangyarov. Tehát kezdjük ezt átélni, ezt a fantáziát, és kezdjük el ezt gyakorlatba helyezni, ezt az elképzelést. Oké, kezdjetek bele, fókuszasztal. Oké, Minszki csoportban van egy barátom, aki mi állandóan volt bizonyos 10 éves kapcsolatunk van már a maga részéről és az én részemről. Ebből az következik, hogy volt egy tükörkongresszus, és mi voltunk a szervezőjének a tükörkongresszusnak, és ez a hatalmas közös vágy, a sorvágás, hogy megtervezzük az összes többi barát számára, hogy segítsük őket, hogy elérjék ezt az egységet, és egy nagyon erős felkészülés volt a RAF-tól, a világcsoporttól. És ezen a kongresszuson éreztük, hogy mi egyé váltunk, És igazából nem is kellett ránéznem, csak ott ültem, és én éreztem, hogy micsoda szeretet sugárzik tőle, hogy micsoda élvezet ebből a felső fényből, ami közöttünk elkezdett lángolni. Egyszerűen nem is tudom. Elkezdtük érezni, hogy ez létezik. Következő. Igen, igazából nincs mit hozzátenni. Ez egy elképesztő érzés. Hogy valóban csak egy elkezdjük megismerni, hogy mi is történjen. Mi is történik. Ez a csonthalmaz, valakit ezt mondta, hogy 70% víz a testünk, vagy még több is, vagy valami protein. Tehát, hogy ezt vehetjük komolyan, vagy sem, De valóban igazából nincs mit kezdenünk ezzel a testtel, mi csak egyesülünk, kapcsolódunk mindenfajta akadályok nélkül, és a fizikai világunkban minden annyira bonyolult. Számunkra minden nagyon egyszerű. Mi érezzük a gyűlöletet, vagy valami mást. Oké, ez az a kép, amit megkaptunk. Mi ezt felesszük, vagy megesszük, vagy itt van ez az elképesztő játékunk, hogy játszunk a teremtővel, hiszen nincsen más rajta kívül. És mi mindannyian tudjuk ezt magunkon belül. Tehát játszunk a teremtővel, játszunk a teremtővel, játszunk ezzel az állapottal.
Valójában én azt hiszem, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen egy csodálatos rendünk van, amely meghatároz rengeteg dolgot az életünkben, meghatároz az életünknek számtalan pontját, amelyhez mindig hozzátehetünk, nem csak az időben, hanem az attitűdünkben, a leckék, jesivat haverimok, terjesztés, étkezések, azok, akik a nagy csoportokban vannak, azok ugye fizikailag is támogatják egymást, fizikailag is találkozhatnak, a családok együtt vannak, gyerekek születnek, létezik egy közösség, tehát lényegében ezek az alapok csodálatosak, ez nagyszerű, és ez már létezik, nekünk hozzá kell tennünk még az attitűd szempontjából, még az attitűdöt, nem tudom, hogy hogyan álmodjak, vagy hogyan fantáziáljak, hiszen ennek nem kellene kifejeződnie valami fajta végtelen leveleken, vagy számtalan WhatsApp üzeneten keresztül. Legalábbis a szememben ez a üzenetek folyama, ez semmit nem okoz, de néha-néha egy mosoly, néha egy kérdés, tehát mi állandóan kiválaszthatjuk minden egyes baráttal szemben, hogy mire van szüksége, hogy mi az, ami a legjobb számára, hogyan adjunk neki attitűdöt, és ez az a dolog, ami valóban feloldja a szíveinket. Egy személyes viszonyban legyünk, hogy lássuk a barátokat magunk körül egyenként, nézzük őket, hogy milyen elképesztő emberek, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet adjunk egymásnak, hogy ne legyünk lusták, és hogy lássuk valóban, hogy milyen fajta emberekkel vagyunk körbevéve, hogy érezzük az inspirációt, és akkor majd megérezzük, hogy mit kell tegyünk mindegyikkel szemben, vagy hogy közösen mit tegyünk. Következő. Nekem is van egy pár példám. Az egyik az, hogy példa, aminek köszönhetően én egy csoport jelent meg Latin Amerikában, és összekapcsolódnak minden egyes nap, ez a Guadalajara-i csoport, és az egyik kongresszuson megismertem az egyik srácot, Guadalajara-ból együtt ültünk a workshopban, és ez az Aravánban volt, és beszéltünk a három vonáról, és én ott ültem a két mexikói, én voltam a legkisebb közöttük, a legalacsonyabb közöttük, és hirtelen elkezdtünk egymás szíveibe merülni, és ez a kapcsolat, ez befolyásolt a Moszkvát, Guadalajarát, minden egyes reggel ők a képernyőn tartanak minket, és mi is őket a képernyőn tartunk, és mindenki látja ezt a kapcsolatot. Ez az első példa, amikor valóban képesek voltunk gondoskodni egymásról, egy másik csoportról. És a másik példa, tehát nyíltan mutatjuk a szeretetet egymás fel. A barátok között megbeszéltük, hogy nyíltan mutatjuk a szeretetet, és ezáltal féltékenységet kiváltanak. Tehát mondjuk azt, hogy van egy barátunk a Petektikvai csoportban, aki egyelőre nem vagyok elég nagy, hogy összekapcsolódjak vele, de mégis nagyon féltékeny vagyok arra, aki már összekapcsolódott vele. És én érzem ezt a lángoló féltékenységet a barátom fele, Roy Akoka, hiszen ő a másik baráttal kapcsolódik, állandóan kapcsolatban vannak, és én látom, hogy micsoda kapcsolatot éreznek egymás között, és ez valami hatalmas irigységet okoz bennem, hogy szeretnék közelebb kerülni hozzájuk, hiszen érzem ezt a példát, érzem ezt a kapcsolatot közöttük. Igen, valójában Dennis mondta, hogy ami bánt engem, ez igazából ugyanaz a féltékenység, hogy kifejezzem a szeretetet nyilván, hogy egyszerűen nyissuk ki a szívünket, és a másik dolog az, hogy ne várjunk arra, hogy más csinálja először, hogy felénk valaki más csinálja, hanem kezdeményezzünk, azaz egyszerűen minden egyes lehetőséget megragadva, és én azt hiszem, hogy a legjobb az, hogyha ezt szemtől szembe tessük, ez lehet virtuálisan is, de ez a leveleken vagy az üzeneteken keresztül nem, de nyíltan mondjuk, hogy mit érzünk a barátok fele, hogy milyen drága számomra, hogy mennyire drágák vagyunk mindannyian egymás fele, hogy mekkora mértékben valóban egymás szívében vagyunk, hogy mekkora mértékben mi ez a hely, ahol mindennek meg kell történni, hogy a teremtő boldoggá válik, tehát mi vagyunk az egyetlen, amit megkap.
kaptam. Tibetük ez a hely, ahol be akarok olvadni, hogy erről akarok nyíltan, láthatólag beszélni, ezt mutatni akarom, ki akarom fejezni, hogy megtaláljuk ezeket az apróságokat, ami létezik a többiekben, de én nem rendelkezem ezzel. Jó, hogyha ezt érezzük, mert akkor ez az, amit megkaptunk, ezt a csodálatos szívet, ami mindegyik kötőkben létezik, és hogy ezért irigységet érezzünk. Tehát mi kezdeményezzünk. Következő. Igen, én azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz fantáziálni. Én egyszer fantáziálgattam, és amikor mértékben tettem, megértettem, hogy ez csak az egómnak az álmai, amit átéltem. És utána megértettem, hogy én bár csak az összes barát elérne valami, de én nem. És én azt mondtam, oké, engem nem érdekel. Mindaddig, ameddig a többiek elérnek valamit, és akkor azt mondták nekem, hogy oké, valakinek meg kell eszketnie. Én hajlandó vagyok feladni magamat. Te adakodsz, de valakinek meg kell szereznie, valakinek meg kell kapnia. Tehát én hajlandó vagyok megszerezni, de ez is persze büszkeséggel történt. Tehát akkor úgy döntöttem, hogy inkább nem fantáziálgatok, és akkor megértettem, hogy nincsen első vagy utolsó, mi mindannyian oda jutunk, vagy egyikünk sem jut el, csak együtt. Tehát mindannyiunknak erőfeszítést kell tennie, és nem szabad arra gondolni, hogy oké, az egyik az megszerez, a másik adakozik, hanem csak arra gondoljunk, hogy közösen, hogy valóban hogyan kell összekapcsolódnunk, hogy egyetlen szeretetben kell lennünk, egyetlen edényként. És akkor ez a rendszer majd megkapja, amire szüksége van, és akkor majd megtudjuk, hogy ki adakozik. Igen, azt hiszem, hogy ez jó példája annak, hogy valaki feláldozza magát, és valóban mi rendelkezünk a módszerrel, rendelkezünk mindennel, és mindent felülről kaptunk, és meg kell próbálnunk valamit megtenni, és legalábbis úgy tűnik számunkra, hogy ez az utolsó lépés, ez az extra lépés, én nem tudom, nekünk el kell játszanunk ezt egészen a végéig, tehát egyszerűen csak mennünk kell és megtesszük, mi nem várakozunk többé, mire várnak, hogy valaki más bekapcsolja minket, nekünk cselekednünk kell, mi tesszük az első lépést, megmutatjuk a szeretetünket nyíltan. Én is éreztem ezt a példát, minden egyes vasárnap van egy konferenciánk, és erre a konferenciára különböző barátok jönnek, különböző állapotokból, és mi nem tudjuk, hogy milyen állapotban van az a bizonyos barát, hiszen ő állandóan mosolyog, állandóan szeretetet mutat mások fele, és én mindig rohalok hozzá, mivel egy olyan benyomást kapok tőle egy olyan dózis szeretetet, ami képes vagyok repülni, és képes vagyok ezt továbbadni. Ez működik, mivel lehetetlen, hogy a személy az állandóan ebben az állapotban van, tehát biztos, hogy játszik, és elkezd, és vár rám, hogy én is játszak vele. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen példánk van. Egyszerűen csak ezt meg kell ragadnunk, és mindenkinek el kell kezdeni ezt csinálni. És valóban ez a rendszer, amely létezik mechanikusan, és a csoportok, a konferenciák, mi látjuk egymást a képernyőkön. És természetesen hozzá kell tegyük ehhez, hogy nekünk valóban ki kell fejezzük a szeretetünket egymás fel, azáltal, hogy eljátsszuk ezt, hogy játsszuk ezt a játékot. Következő. Igen, tehát ezek a fantáziák, amiket kaptunk, én elképzelem, hogy a rabás ugye mit írt, és én ezt lefordítottam héberre, tehát mint hogyha eltűnnék a barátokban. Tehát hogyan olvadhatok bele a többiekben? Tehát, mint amikor, amikor a viszkibe bemártjuk a sütikét, ahogy ezt arra mondja. Hogyan tudjuk ezt a hiányosságot vinni, hogy eljátsszuk egymás fele, hogy imádkozunk a többiekre, hogy megegyen az okunk, hogy felkeljünk reggel, hogy eljünk a leckére. Tehát, hogy érezzük ezt az érzést, hogy a barátok hogyan engedik a teremtőnek, hogy a teremtő megtöltse ezeket a tereket, a falak leomlanak, és már nincsenek többé falak, arcok, nincsenek hegyek, nincsen különböző mentalitás, semmi, csak egyetlen világcsoport létezik, és nincs más. És akkor a csoporton belül, a csoport az a workshopban van, és akkor ez az a belső beszélgetés, ami elkezd kifejlődni közöttünk, és ez megtelik szeretettel. Nem annak érdekében, hogy ezt lenyeljük, hanem csak annak érdekében, hogy kapjuk az erőt, hogy imádkozhassunk, hogy ez éljen a barátokban, hogy senki ne érezze egy pillanatra sem, hogy egyedül van. Hogy egyedül van talán fizikai
fizikailag, de hogy a világcsoport az benne él. Tudjuk, hogy miért csináljuk ezt, hogy bárki bárhol is legyen, és a leckén, a munkában, tehát érezzük az egész világot, ahogy Rav mondta többször is, hogy amikor reggel föl kell, és lejön a leckére, akkor érzi a felelősséget az egész világ fele. Nem szabad, hogy ne készen létben jöjjünk. Tehát ez az érzés, hogy nincsen személyes életünk, nincsen egyéni életünk, hanem egy tökéletes elkötelezettségünk van a világcsoport és az egész világ fele, hiszen minden egyes gondolatom, minden egyes mozdulatom befolyásol az egész világot. Ezt kell érezzük. Az egész világ élete rajtunk múlik, minden egyes mozdulatunkon és minden egyes gondolaton. Igen, ez nagyon komplex. Én szeretnék meg hozzátenni ez az illúziót, ezt az álmot, ezt az elképzelést, ahol teljesen mindegy, hogy milyen fizikai állapotban vagyunk, hanem rengeteg barát van, akik valami városban élnek egyedül, vagy valami távol helyen, fizikailag nincsenek barátaik a közelükben, és egy ilyen kongresszusokon lehetőséget kapnak a kongresszusokon, hogy érezzék a fizikai kapcsolatot, az egységet határok nélkül. Tehát anélkül lehet, hogy nem is tudok fizikailag, hogy ez az álmom, hogy létezik az az álom, ahol valami fizikai találkozó nélkül, fizikai viszony nélkül, hogy felkelek, és előttem ott van az egész kép, ott van az egész világcsoportnak a képe, virtuálisan ez az érzés, ez az atmoszféra, amiből nem tudok kilépni, hogy ezt az Eli mondta, hogy állandóan ebben élek, állandóan közöttük élek, beléjük olvadva, a munkában, családban, mindenhol érzem ezt az atmoszférát, ezt a felhőt, ezt a buborékot, amelyben benne vagyok, ebben a szférában benne vagyok, megállás nélkül, akár fizikai kapcsolat nélkül is. Következő, nekem nagyon sok példám van. Én csak elkezdtem emlékezni erre, hogy a barátaimra kiket találkoztam, számtalan példára, hogy azon túl, hogy állandóan mosolyognak. Én nem tudom, honnan veszik az energiát állandóan, de mégis állandóan mosolyognak. De állandóan mosolyognak, és állandóan magasztos hangulatban vannak, élnek. Nem vagyok képes megmaradni, mert nem tudom, hogyan működik ez, hiszen te lángolnak, de amikor a arcomban mosolyognak, és akkor hogyha mosolyogna, vagy megpróbálom magam, de nem vagyok képes, elkezdek mosolyogni. Oké. Tehát vannak ilyen barátok, akik azonnal felemelik a hangulatunkat, tudják, hogyan csinálják, mert szakértők ebben, hogy hogyan emeljék a hangulatot. És a képesség az egész csoporttal megtenni. Bármilyen helyzetben vannak, bármi történik, felemelik a hangulatot másodperceken belül. Valaki a gitárt veszi, játszik valamit, vagy esetleg csak keresem a barátokkal, akiknek nincsen mosoly az arcukon, és őket kell kényszerítsem, hogy mosolyognak, nem tudom. Egy másik fantázia az, hogyha a barátok szeme ragyog, és mosoly van az arcán, és a kérdés az, hogy mi történt vele, honnan vette ezt az energiát, ez az első kérdés, hogy én nem rendelkezem vele, és ő neki még ott van, hogy lehet ez, én valóban akarom ezt, én ugyanolyan akarok lenni, mint ön, én meghalok a féltékenységtől, az irigységtől, hogy miért mosolyog és ragyog a szeme, én nem tudom, hogyan csinál sem meg, én nem vagyok olyan boldog, tehát hogyan lehetek olyan, mint ő, állandóan megpróbálok mosolyogni, de ez nem mindig mosolyog, nem mindig működik, de ez a féltékenység, irigység, ez kényszerít minket, hogy mégis megpróbáljuk emelni a hangulatot. Következő. Igen. Amikor én analizálom, hogy mennyire függök a barátoknak a segítségének, hogy csak egy dolgot tudok megérteni, hogy és éneklünk. Yeah.
Kabbalisti nám говорят, что чем занимается Творец? A kabbalisták azt mondják nekünk, hogy a Teremtő mivel foglalkozik, ő a bánával, a Leviatánnal játszik. És ezzel az egóval, amit megteremtett, ezzel a hatalmas vágyal, amit megteremtett. A Teremtő állandóan játszik ezzel a bánával, ezzel az egoisztikus vágyal, ezzel a Leviatánnal. Állandóan változtatva azt, cukkolva azt, annak érdekében, hogy felgyorsítsa annak az érését, hogy ez a vágy, ez érjen, fejlődjön, amilyen gyorsan csak lehetséges, képes legyen eljutni a függetlenséghez, hogy elérje a lehetőséget, hogy formazonosságot érjen a Teremtővel, és mi vagyunk ez a vágy. Mi vagyunk azok, akik ebben a bálnában vagyunk, akivel a Teremtő játszik. És a magunk részéről mi gyorsítjuk ezt az érési folyamatot, hogy megérjen ennek a hatalmas vágynak a gyümölcse, úgymond, annak érdekében, hogy ez hasonlóvá váljon a Teremtőhöz, annak érdekében, hogy ez megérjen. És ez a munka a személy és a barátja között a vágyon belül. Ez az, amivel rendelkezünk, ez a mi valódi munkánk, ebből áll a munkánk. És a viszony az ember és a Teremtő között, az a jutalom, az már a jutalom a közöttük levő munka eredményeképpen. Bala Szulam ír erről a 26. levelében, hogy a viszony a személy és a barátja között, az a valódi munka. És a viszony a személy és a Teremtő között, az pedig az eredmény, a boldogság, a jutalom, a hozzáadás, de mindez, amit a Teremtő teremtett, ő azt a maga számára tette, a Teremtő azt a maga érdekében tette, más szóval, hogy a másokat szolgáljuk. Ez a kapu a Teremtő szolgálatához, hogy felfedezzük a Teremtőt. Tehát a magunk részéről nincs más módja annak, hogy dolgozzunk, mint a munka, amit egymás között teszünk, az ember és a barátja között. És az a tény, hogy a mi viszonyunk a Teremtővel, az ott jelenik meg, az már csak egy jutalom, az a jutalom. Mi nem dolgozhatunk azzal közvetlenül, mi képtelen vagyunk a Teremtővel közvetlenül dolgozni. Mi csak magunk között dolgozunk, egymás között dolgozunk annak érdekében, hogy visszaállítsuk az egyesített vágyunkat. Természetes, hogy ez a fény hatására történik, de a munka közöttünk van. Tehát képzeljük el magunk számára ezt az állapotot, ahol az összes munka, az csak is közöttünk van, és nekünk nem kell semmi máson dolgozni, nem kell semmi másra gondolnunk ezen túl, hanem csak amit egymás között csinálunk. Minden csak is ezen a helyen folyik keresztül közöttünk. A végső cél az, hogy neki elégedettséget adjunk, de a munka maga, az itt manifestálódik, az itt történik meg az emberek között, sehol máshol. Tehát először is gondolkozzunk ezen, csöndesen, némán gondolkozunk ezen, mindenki befejezi, hogy ezen gondolkozik, ezen az általános némaságban, és akkor utána, amikor majd megmondom, hogy mikor, akkor majd megbeszéljük. Tehát először csak gondoljatok erre némán. Az egész munka csak közöttünk történik, és a Teremtő a jutalom. Tehát a munka közöttünk van, és a Teremtő a jutalom. Tehát először némán gondolkozunk, és Rav majd mondja, hogy mikor beszélhetjük meg.
nekem. Это очень важно разделить работу на две части. Усилия. Nagyon fontos, hogy felosztjuk a munkát két részre. Az erőfeszítés köztem és a barátok között, és a jutalom, mely a teremtő megjelenése. Ez gondoskodik rengeteg problémáról, amikor ezt már megértjük, és ez belénk ivódik, és ez gyakorlatilag gondoskodik mindenről, amikor ketté osztjuk a munkánkat. Tehát ne feledkezzünk el erről, hogy nem tudunk a teremtővel közvetlenül dolgozni, csak egymás között dolgozhatunk, és a teremtő a jutalom. Tehát kérjük a zenészektől, hogy játszanak nekünk valamit, kéri Raf. Сначала что-нибудь лирическое. Tehát valami lírait kér, valami lírait. Пусть этот мир
когда летит сквозь столетия, но не всегда. По дороге мне с ним, чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать или беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим.